Honvédelmi Minisztérium összhangban a kormány idősügyi politikájával, valamint a honvédelmi és haderőfejlesztési programmal dolgozta ki az Opsitos programot, amely a nyugállományú katonákat és a honvédségi nyugdíjasokat állítja középpontba. A többi között erről is beszélt Benkő Tibor honvédelmi miniszter egy veszprémi találkozón. Tehát sokkal nagyobb megbecsülést kell biztosítani a nyugállományban lévőknek. És ehhez dolgoztunk ki programokat. Tőlük tanultunk meg mindent, ami a szakmához, a hivatáshoz tartozik. Nem ki kell zárni őket a laktanyából, ellenkezőleg. Be kell vonni őket. Mert ennyi tisztelettel, ennyi becsülettel igenis tartozunk feléjük. A tárcavezető elmondta, a katonák esküje egy életre szól, amihez hülyek maradnak akkor is, amikor már vége az aktív szolgálatuknak, ezért azon dolgoznak, hogy egyes üzletágak és intézmények aktív katonáknak szóló kedvezményeit a nyugállományúakra is kiterjesszék. Az előadáson a tárcavezető beszámolt a honvédelmi és haderőfejlesztési program eddigi eredményeiről. Ezt a hazát, ha mi megkívánjuk védeni, már pedig ez a kötelességünk, akkor ahhoz képességekkel kell rendelkeznünk. És ezek a képességek nem csak a korszerű, modern, a kor színvonalának megfelelő technikai eszközöket jelenti, amiről beszélünk, hogy az legyen a 21. század kor követelményeinek megfelelő eszköz, hanem nagyon nagy szükségünk van ezen eszközöket kezelő, kiszolgáló, a hazája iránt elkötelezett, lojális katonákra is. A miniszter ismertette az eddig megvalósult, illetve a jövőben megvalósítandó haditechnikai beszerzéseket, valamint hangsúlyozta a katonák kézifegyverei és egyéni felszerelése hazai gyártásának fontosságát. A végső célunk az, hogy a magyar katona magyar felszereléssel legyen ellátva. Ezzel is segítve a magyar gazdaságnak az erősítését, a hazai foglalkoztatást, és mindezeket úgy kell megteremteni, hogy a nemzetközi piacon is sikeresek lehessünk. Benkő Tibor előadásának zárásaként elmondta, a honvédelmi és haderőfejlesztési program folytonossága miatt annak végét már nem lehet 2026-hoz kötni, a jelenlegi tervek túlmutatnak azon, és 2030-2032-ig tekintenek előre.